180 millió forintos keretösszeg, 115 beérkezett, ebből 68 nyertes pályázat. Ez az elmúlt év második felében kiírt Hungarikum pályázat eredménye. A támogatás összegeit két célterületen használhatják fel a nyertes pályázók, az első meghirdetett szférában, ahol 64-en nyertek, a magyarországi önkormányzatok határon túli magyarok lakta településekkel működnek majd együtt az értékgyűjtés elősegítése érdekében, többek között külhoni értéktárak létrehozása a cél. Ezen pályázaton két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is jeleskedett, Csenger 2 millió 990 ezer forint támogatási összeget, Nyíregyháza 3 millió forintot nyert, mondta el megkeresésünkre Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság tagja hangsúlyozta, idén tavasszal újabb Hungarikum pályázat kiírására kerül sor. Ez a pályázati keretösszeg egy emelt keretösszeggel kerül majd meghirdetésbe, reméljük pár hónapon belül, egy 250 milliós keretösszeggel, amely azt hiszem, hogy sokkal több lehetőséget biztosít majd arra, hogy valóban az értékmentési folyamatban tudjunk komoly eredményeket elérni, és amelynek nagyon örülök, és amely összevág a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár mozgalom céljaival, legalábbis az egyik céljával, az, hogy bevonhatóak lesznek, illetve kiemelt célként lesz meghatározva majd az iskolások, középiskolásoknak a bevonása az úgynevezett értékgyűjtő folyamatba, amelyhez nagy reményeket fűzünk, hiszen ez mind kis települési szinten, mind pedig városi szinten adhat olyan új inputokat, olyan új eredményeket hozhat, amelyek mindenképpen nagyon hasznosak lehetnek a megyei értékgyűjtési folyamatban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban jelenleg 20 érték van, köztük az ajaki lakodalmas, a kabai módszer és a szatmár-beregi fáslegelők.